Felfüggeszteni a venezuelai legfelsőbb bírósága a magát ideiglenes államfőnek nyilvánító Juan Guaidó mentelmi jogát. Az ellenzéki vezetőt világszerte mintegy 50 ország ismeri el Venezuela elnökének. A latin-amerikai országban közben tömegek demonstrálnak a néha napokig tartó víz- és áramkimaradások ellen. Felfüggeszteni Juan Guaidó mentelmi jogát a venezuelai legfelsőbb bíróság. Pénzbírság kiszabása mellett indítványozni fogjuk Juan Guaidó parlamenti mentelmi jogának a felfüggesztését a Nemzeti Alkotmányozó Gyűlés elnökénél, jelentette be a testület elnöke. Megfigyelők valószínűsítik, hogy a lépéssel az önmagát Venezuela elnökének nyilvánító politikus letartóztatását készíti elő a hatalom. Guaidó a fővárosban tartott nagygyűlést, melyet egy incidens zavart meg. A több ezer fős tömeg közelében felrobbant egy könnygázgránát. A kormányzat már csak az erőszakban bízik. Tovább fogunk dolgozni, hogy szabad és demokratikus országban éljünk. Látjuk, hogy tömegek vonulnak az utcára tiltakozni, fogalmazott a politikus. Országszerte folytatódnak a demonstrációk. Az emberek dühösek, mivel az elmúlt hetekben többször is súlyos áramkimaradás sújtotta a nagyvárosokat. Nicolás Maduro elnök azzal magyarázta az incidenseket, hogy az Egyesült Államok terrortámadást követett el Venezuela energiaellátó hálózata ellen. Guaidó szerint viszont a rossz gazdasági feltételek és a hanyagkarbantartás okozza az áramkimaradásokat. Egyes nagyvárosokban ráadásul akadozik az ivóvízellátás. A fővárosban például aknákból húzzák fel a vizet, amit azután palackokban, vödrökben visznek haza. Egy-egy ilyen aknánál nem ritkán százak várakoznak a vízre.